A kosársulinak rövid időn belül ez már a második nemzetközi tornája volt, a harmadikra március 14-én és 15-én kerül sor. Ezeknek elsősorban az a célja, hogy a kosársulit népszerűsítsék, de természetesen nem elhanyagolható szempont az sem, hogy a játékosok korosztálytól függetlenül külföldi csapatokkal játszhassanak. A külföldi csapatok nem túl messziről érkeztek, a Vajdaságból és Erdélyből. Mindig szoktam mondani, hogy ezeknek a tornáknak a lényege nem az eredmény, de tényleg teljesen mindegy, tudnak a gyerekek játszani. Jó, nyilvánvaló, mint sportember, sportvezető vagy edző, ebből győzelmet vár, tehát azért jó lenne, ha mind a két meccset megnyernék. Attól függetlenül az ember minden fórum azt mondja, hogy nem a győzelem, olyan részvétel a fontos. A 2002-es születésűek tornája hétfordulós, és a végén még rájátszás is lesz. A hétvégén a negyedik fordulót rendezték. Eddig mind a 6 meccsüket megnyerték a kosársuli játékosai, így nagy esély van arra, hogy a legjobb 4-be jussanak.